Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Minden a tervek szerint halad a Felső-Tisza árvízvédelmi beruházásánál. Már aszfaltoznak a Kraszna és a Batár megerősített töltésein. Ezzel is foglalkozunk a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Új bölcsőde Máté Szalkán 72 férőhelyes intézményt adtak át. Árvízvédelmi fejlesztés, utolsó simítások a Krasznán és a Batáron. Barnamezős beruházás, rehabilitálták a volt laktanyák területét Nyíregyházán. Önkéntes ifjúsági munka, 72 óra kompromisszumok nélkül Nyíregyházán. Átadták Máté Szalka új bölcsődéjét. Az Angyalszárny névre keresztelt intézménynek köszönhetően újabb 72 férőhelyel bővült a bölcsődei szolgáltatás a városban. Az új bölcsődében igény szerint sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak. A beruházást Európai Uniós forrásból és kormányzati támogatásból valósították meg. Impozáns, tágas, igényesen berendezett és játékokkal teli körülmények között tölthetik el a mindennapokat a 3 éven aluliak Máté Szalka új bölcsődéjében. A szeptembertől már 4 csoporttal működő Angyalszárny bölcsődét csütörtökön adták át ünnepélyes keretek között. Hanusi Péter polgármester elmondta, Máté Szalkán korábban egy 102 férőhelyes bölcsőde üzemelt, az utóbbi években azonban hatalmas igény mutatkozott újabb intézményre. Azt gondolom, hogy egy városvezetőnek attól nagyobb ajándék nem kell, hogyha folyamatosan azt hallja a szülőktől, hogy újabb bölcsődére van szükség. Korábban volt Máté Szalkán egy bölcsőde 102 férőhelyen. És azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag a gyermek születésének időpontjában a szülők beiratják a picit, mert csak így tudtak arról gondoskodni, hogy úgymond belátható időn belül, akár egy év vagy másfél év múlva sorra kerüljenek a beiratkozási rendszerben. Ezt a problémát, ami nem is olyan nagy probléma, még egyszer mondom, ez a legnagyobb öröm egy városvezető életében, orvosoltuk a magyar kormány és Kovács Sándor egyéni képviselő úr segítségével, hiszen egy új bölcsődét, az Angyalszárny bölcsődét adtuk át a mai napon. Az Angyalszárny bölcsőde egy modern 21. századi intézmény. Az egyik vendégünk úgy fogalmazott, hogy igazából egy mini város a városban. Nagyon méltó körülményeket teremtettünk a beiratkozó gyermekek számára. A bölcsőde már szeptember 1-től működik, egyelőre 4 csoporttal, de már most tervezzük az 5. csoport megindítását is, hiszen hála Istennek annyi a jelentkező szülő, illetve gyermek. Hálásak vagyunk azért, hogy ezt a mai napot megéltük. És fontos az, hogy itt az Angyalszárny bölcsődébe a szülők biztosak lehetnek, hogy az ő legnagyobb kincseiknek, az ő kis angyalkáinknak, a mi kollégáink angyali türelemmel fogják átadni azokat az értékeket, amely minden magyar ember, minden magyar gyermek számára fontos lehet, és amire építhet a jövője során. Az Angyalszárny bölcsődében nem csak Máté Szalkai gyermekeket várnak, a városhoz közeli további 14 település legkisebbjei is napközis lakói lehetnek az új intézménynek. Ráadásul megfelelő számú jelentkező esetén speciális csoportokat is indítanak. Vállaljuk sajátos nevelésű igényű gyermekeknek nevelését, gondozását integrált formában, ami azt jelenti, hogy ha megfelelő szakértői véleménnyel rendelkeznek, akkor csoporton belül 10 fős létszámmal tudjuk őket gondozni és nevelni. Jelenleg 4 csoporttal, 48 fővel működünk, minden csoportban 12 fő gyermek van, 2 fő kisgyermek nevelő bevonásával, valamint a Dajka nénik segítségével. Ez a létszám még bővülni fog. Terveink szerint a közeljövőben mind a 6 csoport fog majd teljes létszámmal működni. Az elmúlt több mint egy évtizedben elindított bölcsődeépítési program kifejezi a magyar kormány 3 fő törekvését, a családok megerősítését, a kereszténység megtartását és a foglalkoztatás növelését. Erről már Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszélt az átadó eseményen, hozzátéve, hogy a számok is azt mutatják, szükség van az új bölcsődékre.
Azt gondolom, több funkciója van ennek a kijelentésnek, hiszen egyrészt a család szentsége. A magyar kormány a családokat helyezte az egyik intézkedésének, vagy az intézkedések legfontosabbjának, és a család támogatásokat. Eközött a bölcsődei férőhely bővítés is volt, hiszen 92%-kal nőtt, és valamikori 301 néhány településen, most 1600 településen, több mint 1600 településen van már mini bölcsőde vagy normál bölcsőde. Máté Szalka ipari jellegű település, azt gondolom, hogy ide járó embereknek, vagy az innen járó embereknek a gyerekek felügyelete nagyon fontos, tehát egyfajta foglalkoztatáspolitikai eszköz is. Így, amikor meghirdették ezeket a programokat, a település operatív programon, a rövidített nevén a TOP-okat a megyei önkormányt által, akkor természetesen Máté Szalka is pályázott sikeresen, egy sikeres közbeszerzés után egy kis rákéréssel, mint szerint kevés volt a forrás, mert pont abban az időben a Covid miatt ugye az árváltozások megindultak, de sikerült kiharcolnunk egy kis plusz forrást is, és nagyon gyönyörű minőségben elkészült az oda, úgyhogy a szülők, a gyerekek és az itt dolgozók örömére mindenkinek gratulálok és sok sikert kívánok nekik. Máté Szalka új bölcsődéjét Simicskó István, a KDNP frakció vezetőjének jelenlétében adták át. A politikus kifejtette, az intézményhálózat bővítése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kisgyermekes anyukák minél hamarabb visszatérjenek munkahelyeikre. Én mindig úgy tekintek a pedagógusokra, legyenek azok bölcsődei dolgozók, óvodapedagógusok vagy tanárok, tanítók, mint szövetségeseinkre, hiszen nekem is van három gyermekem, pontosan tudom, hogy a gyermekeknek mennyire fontos az a környezet, az a nevelő munka, amit egyébként a pedagógusok elvégeznek. Egyébként zárójelben a feleségem is óvónő, tehát ilyen szempontból életszerű tapasztalataink is vannak ebben az értelemben is, nem csak mint feleség és családanya. A polgármester úr arról beszélt, hogy milyen szép neve van a bölcsődének, ugye Angyal Szárny. Nekem rögtön eszembe jutott Goethe, aki azt mondta, hogy mi az, ami legtöbbet adhatunk a gyermekeinknek, hát gyökereket és szárnyakat. És hogyha angyalszárnyakat kapnak, akkor nyilvánvalóan nagyobb eséllyel tudják majd szerintem az életben is megállni a helyüket, hiszen azért a mai világunkban a hitnek a megerősítése különösen fontos. Látjuk a globalizáció okozta bajokat, látjuk a háborúkat, látjuk a migrációt, látunk sok-sok mindent, kultúrák, civilizációk összekeveredését. Látjuk azt, hogy a nyugat-európai civilizáció sajnos egy önfeladó, hanyatló útra lépett. Bízunk benne, hogy majd egyszer észhez térnek és fölébrednek, de lehet, hogy akkor már késő lesz. De nekünk itt helyben, Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében meg különösen, hiszen nekem is szülőmegyém, én is ide tartozom, nyilván nem, az elég nagy megye vagyunk, tehát nem Máté Szalka, de Tiszavasváriban nőttem föl, és úgy kerültem utána Budapestre. Úgyhogy mindig örül a szívem, hogyha a szűkebb pátriámban valamilyen szép beruházás és fejlődést látok, és valóban Máté Szalka rendkívül sokat fejlődött az utóbbi években. Nyilván kiváló polgármesterük van, és kiváló képviselők, aki a parlamentben is mindig szóvá teszi azt, hogy a térségnek milyen igényei és szükségletei vannak. Megérdemli az itt élő nép az, hogy támogatást kapjon a kormánytól, a mindenkori kormánytól, akár az uniótól is, talán még többet is, mint amit eddig kapott, hiszen azért itt valljuk be őszintén mindig nehezebb volt az élet, mint Nyugat-Magyarországon. Most nem megbántva nyugat-magyarországiakat, de azért az Ausztria és Burgenland közelsége az egy kicsit könnyebb lehetőséget adott az embereknek az életük viteléhez. Tehát a gyökerekre utalva, még Goethére visszatérve egy gondolat elejéig, ugye stabilan kell állnunk ebben a viharos és gyorsan változó világban. És persze Márai Sándor is azt mondta, hogy a emberiség ismert története az nem áll másból, mint bizáncizmusból és barbarizmusból, és néha vannak rövidebb emberi időszakok. Itt arra gondolt, amikor békés viszonyok vannak, de azért, ha belegondolnak, én végignéztem, és ha minden igaz, akkor arra a számításra jutottam, hogy a II. Világháború után, amikor is mindenki fogadkozott, hogy itt aztán már soha többet nem lesz háború, mai napig 26 nap telt el úgy a világban, hogy nem szóltak a fegyverek valahol. Tehát lám-lám most itt két háború is, Izrael és szomszédságunkban Ukrajna és Oroszország között is. Azért ezek eléggé komoly figyelmeztető jelek. Tehát nekünk nagyon meg kell becsülnünk a békét, meg kell becsülnünk az alkotás lehetőségét, és az alkotás lehetősége szerintem békés, normális körülmények között lehetséges. Akkor lehet ilyen színvonalú munkát végezni, és ha már Márai Sándort, egyik kedvencemet idéztem, akkor szintén idézném még egyszer, azt mondta, hogy neveljük a lelkünket kérlelhetetlen igényérzetre.
Tehát ez a lelki igényesség, még nem néztem meg belül, de már kívülről látom, és a kertészetet is, meg a külső körletet nézve, valóban benne van a lelki igényesség is, úgyhogy gratulálok a kivitelezőknek is, és én bízom benne, hogy a mátészalkai gyerekek és a környebeli gyerekek, akik ide fognak járni, tehát a szüleikkel együtt, örömmel fogadják ezt a létesítményt, örömmel fogják használni, és biztos vagyok benne, hogy az itt dolgozók is örömmel fognak bejárni ebbe az épületbe, hiszen egy minőségi munkát láthatunk, és ebben benne van valóban nem csak fizika értelemben, hanem a odafigyelés, a gondviselés, a törődés, a lelki igényesség is. És szerintem nekünk fontos, hogy ezt megőrizzük és megtartsuk. És fontos, hogy lelkünket fölvértezve, hát ezt a néhány évtizedet, amit itt eltöltünk ebben az árnyékvilágban itt a Földön, azt minél több alkotással gazdagítsuk. Értékes, közösség javát szolgáló alkotással szolgáljuk meg. És azt hiszem, akkor talán elmondhatjuk életünk végén, hogy nem éltünk hiába, mégiscsak tettünk valamit a szűke pátriánkánk, illetve nagyobb értelemben, tágabb értelemben a nemzetünkért, a hazánkért is. A hadcsoportszobás 72 férőhelyes angyalszárny bölcsődét összesen csak nem 700 millió forintból, Európai Uniós és kormányzati támogatásból építették fel. Utolsó fázisához ért az árvízvédelmi rendszer megerősítése a Kraszna és a Batár folyókon. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság egy átfogó program keretében több mint 20 kilométeren erősítette meg a töltést, jelenleg pedig már az aszfaltozási munkálatok zajlanak. A csaknem 4 milliárd forintos összértékű beruházás emellett zsilip átépítést és még sok egyebet tartalmaz. Ezekről kérdezem Dajka Istvánt, a Fetivízig árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályának vezetőjét. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Egy picit helyezzük el ezt a rész munkafolyamatot a nagy átfogó projekt keretében. Hol tart most az a nagy projekt, ami a Felső-Tisza árvízvédelmét, illetve az egész Tiszavidék vízgazdálkodását jelenti? Ugye árvízvédelmi fejlesztés a Tisza, Felső-Tisza mentén 1996 után indult be, és ott az ezredforduló környékén eléggé nagy ütemben haladt is, majd a vásárhelyétel továbbfejlesztése, illetve az uniós forrásoknak köszönhetően tovább javult a helyzet, a berekbe kiépült mint a két szakasz, 2012-re a Felső-Tiszán is vásárostamény fölött a balpart is kiépült, a Szamos befejeződött, és hát azóta az árvizek, mert voltak 2001-et követően is a Felső-Tiszán, igaz rekordokat nem döntött, de voltak árvizek, ezek tapasztalatai és az újabb számítások a klímaváltozás figyelembe vételével azt mondták, hogy bizony kellenek további fejlesztések is, nem csak a Tiszán, hanem a mellékfolyókon is, ezért ez a projekt a Kraszna és a Batár, a Tisza mellékfolyóinak a fejlesztését jelenti. Mi az, ami most megépült? Tehát közel 22 kilométeren, ugye ezen belül a Batáron közel 600 méter hosszon árvízvédelmi töltésfejlesztés történik, földmű további emelése, szélesítése, erősítése az előírás szerinti méretre. Itt 4 méteres kolonaszélességet kell elképzelni. A Krasznán lesz olyan szakasz, sajnos, ahol ennél kicsit keskenyebb lesz, és tehát elegendő magasságú, széles és burkolt, aszfalt burkolatot kapnak ezek a koronák, tehát kocsortól tudunk majd kerékpározni, és hát a védekezést is jobban elvégezni, fenntartási munkákat is segítő burkolat vásárosnaményig, tehát Olcsváig a jobb parton és bal partra átmenve a vásárosnaményig tudunk közlekedni, és ott aztán csatlakozni a kerékpárutakhoz, meg közben is. A Batáron pedig a 2019-ben befejeződött szakasz folytatásaként épül tovább ez a szintén aszfalt korona burkolatú töltés, és egy zsilip van még, a magas léget, egy zsilip, amit ugye a régit el kell bontani, nem sokára kész az új szivattyú állással. Tehát itt a település, magas léget település belvizeinek átemelése is megvalósul majd. Azon túl, hogy azok a települések, akik emellett a két mellékfolyó mentén élnek, nagyobb biztonságban tudhatják magukat, mi a jelentősége vízgazdálkodás szempontjából ezeknek az új beruházásoknak?
Tehát ez alapvetően árvízvédelmi fejlesztés, ahogy említettem, a szivattyúzás az már egy belterületi víz csapadékvízelvezetést is jelenti. Anyag is szükséges, 150 ezer köbméter föld beépítése történt meg. Anyagnyerőhely Nagydobos Ópai térségében van, a Szamos Krasznatározó által igénybe vett anyagnyerőhely mellett gyakorlatilag, és ott az öreg kraszna, holt kraszna húzódik, tehát egyfajta vízelvezető rendszer is, aminek megkeressük a csatlakozását. Tehát ez a anyagnyerőhely, az egy, ugye, mély, egy terep mélyedés lesz, egy gödör, ami talán belvíz tározásként is funkcionálhat, tehát valamennyire ez is, és egy vizes élőhely is lehet, mert a Old Cross az pont ilyen jellegű. Tehát valamennyi kapcsolódás van a turisztikához, település fejlesztési elképzelésekhez is értelmeszerűen kapcsolódik. Ha már itt más ágazat is megjelenik, azért gondolom itt az agráriummal is együtt érdemes működni. Hát a vízügyi igazgatóság ott van kint a területen, mezőgazdasági területek érintettek, itt a kraszna hullámtere is egy jó része mezőgazdasági művelés alatt áll, a töltés ugye egyik oldala, a másik oldala a mentesített terület, ott szintén tengeri földet vagy napraforgó földeket lehet látni, tehát az együttműködés, a közlekedés, a bejárás, a egymás mellett élés az fontos. Itt ebben ugye öntöző víz vagy vízpótlási szivattyútelep építés ebben nincsen, de hát ugye a Tiszató tározónál ilyen is még épülhetett, és a csatorna rendszer is lehet olyan, ami szolgálhatja az öntözést is. Itt ebbe a projektbe itt csak közvetett úton lehet ilyet elképzelni. Mekkora forrásból dolgozik most ez a projekt, és honnan van ez a forrás? Igen, fontos, hogy legyen ez, ugye 3,9 milliárd forintnyi támogatást kapunk az Európai Unióban is, és már a hazai költségvetésből összesen, és ez a környezeti és energia hatékonyság operatív program projektje az utolsók egyike, mert ebbe az évbe zárul ez a fejezet. Ugyanakkor azzal indítottuk, hogy ez egy nagyon nagy projektnek egy kis része, ez a mostani megvalósulás. Mi az, amit lehetővé tesz az, amit most megépítenek? Mihez volt erre szükség? Ez a, tehát a Tisza az a fő folyója itt a térségünknek. Az árvizek idején, a tiszai árvizek idején bizony a mellékfolyók is visszaduzzasztja, tehát a kraszna alsó szakaszán vagyunk, ahol bizony a Tisza a meghatározó árvíz szempontjából, a tiszai árvíz magassága, a Batáron is ugyanez, csak ugye Ukrajna felől érkezik a Tisza, és ott még gyorsabban, és gyorsabban kell reagálni, de itt ez a kiépítése fontos, hogy megfelelő magasságú szelvény méretű legyen a töltés, mert nincs idő magasítani, erősíteni, itt vagy ott van és véd, vagy pedig nagyon nagy erőfeszítéssel talán meg lehet védeni. Tehát itt erre kell koncentrálnunk. A töltés anyaga pedig a krasznán elég változatos, tehát szivárgásra hajlamos, hiszen a láb szélén vagyunk, az általa is, igen, töltés is, bizony az erősítése nagyon ráfért már, az erősítés ráfért már a krasznára. Mi az, amiben már gondolkodik a Feti Vízik a program folytatásaként? Igen, a árvizek ugye várhatók a jövőben is, hiszen a számítások, az előrejelzések ezt mutatják, és hát nekünk ez a fejlesztés az ugye nem fog megállni. Van még a Tiszán is tennivaló, ha csak azt nézzük, hogy a tivadari szűkület és a túltorkolat között is van még, amely kiépítésre vár. A túra alsó szakasza, úgyis ez is a mellékfolyója a Tiszának, a túra alsó 15 km-es szakasza is elő van irányozva, hogy mind a két oldalon a töltésfejlesztés. Ugye ez összesen már 40 km, és meg
tovább folytatódhat a Tisza akár Vencselőig, úgyhogy ez már a távolabbi jövő. Ami nagyon nagy kihívás a vízgazdálkodásban, az a klímaváltozás, amit már így érintőlegesen említett is. Az a hektikusság, ami az utóbbi években már nagyon szembeötlő, hogy nagyon aszályos és hirtelen lezúduló vizes időszakok váltják egymást. Az, ami eddig megépült, az állja-e a sarat, és befolyásolja-e a jövőbeni gondolkodást ez a fajta változás? Igen, azt lehet mondani, hogy ez a program, ez a 1996-ban elképzelt program, és aztán annak a megvalósítása, visszaig az árvizek, visszaigazolták, hogy igenis jó helyen kezdtük el fejleszteni a töltéseket, a mértéke is megfelelő, és azóta bekövetkezett nagy árvizek pedig, és a klímaváltozás, a klímamodellek rámutattak arra, hogy azért ennél nagyobb árvizekre is készülni kell, és ezért ilyen szemben nézve, és az újabb fejlesztések, ezt már ezzel figyelemben van véve az újabb fejlesztésekkel, ugye a Tisza tótározó, a Beregi tározó, Szamoskraszna, az egy újabb módszer a nagyvizek kezelésére, nem csak a töltésfejlesztésben gondolkozunk. Összetett például a Tisza tótározó program is, projekt is, ott ugye már az ökológiai vízpótlás is működik, egy év alatt sokat tapasztaltunk is, és a holtágak bizony megteltek vízzel, tehát jó látni, hogy ez a jövő, tehát a nagy belvizek nem voltak, de arra is alkalmas a belvízrendszer, hogy ezeket gyorsabban levezesse, és megtartsa, visszatartsa azt, amit lehet, amit a terület elbír, és csak a felesleget vezessük el. Tehát én magam, átvizsgálom osztályvezetőként is örömmel látom, hogy jól működik a rendszer, és nagy árvízkor már nem kell mindig azon izgulni, hogy vajon bírni fogja a töltés, mert a legfelső szakaszokon már bírják, jól bírják. Dajka István, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Nagyon szívesen. Több mint 2,3 milliárd forintból rehabilitálták a volt laktanyák területét Nyíregyházán a Tiszavasvári úton. Az északi oldalon a napokban adták át a játszóteret és szabadtéri kondiparkot, de a fejlesztés során kialakítottak futógyaloglókört, streetball és labdarúgó vegyes használatú pályát, valamint szalonnasütőket is. Kerékpárút, járda is épült, és egy záportározónak köszönhetően a pályázat megoldja a városrész csapadékvízelvezetését is. Már birtokba vették a kertvárosi gyerekek a volt Báthori laktanya területén épült játszóteret és a hozzátartozó szabadtéri fitnessparkot. Láthatóan nagyon tetszett nekik. Sokat lehet edzeni, játszani. Jó nagy a hely, ezért bármit meg tudunk csinálni, amire gondolunk. Lehet pingpongozni, amit más játszótéren nem nagyon lehet. Van kutyafuttató, ami nagyon nagy előny, aki itt lakik. És nekem nagyon tetszik a dizájnja. Igen, nekem is. A Tiszavasvári út északi oldalán emellett nem csak játszóterezni és kondizni lehet, hiszen futógyaloglókört, pingpongasztal, mászószobor, streetball vegyes használatú pálya, szalonnasütők, filagúria és akadálymentesített mosdók is várják a családokat. A fejlesztés során kerékpárút, járda is épült, de egy záportározónak köszönhetően a pályázat megoldja a városrész csapadékvízelvezetését is. 2010-11-ben, amikor én polgármester lettem 10 októberétől 11 nyaráig, minden héten volt programom a belvízhelyzet, a csapadékvízbe adódott problémák miatt. Gumicsizma ott volt a polgármesteri kocsiba 11 július végéig. És akkor felmértük a helyzetet, és rájöttünk, hogy hát évtizedek alatt nem történt semmi ebben a nagyon fontos ügyben, és ha még egyszer ilyen helyzetbe kerülünk, azt nem fogjuk tudni kezelni. Ezért azonnal egy helyzetfelmérést kértem, aztán következő évben a koncepció elkészült, egy program, és ebből adódóan, mint hogy most is például, mert a Kéményseprő utcán is folyik ilyen csapadékelvezetési munka, most itt a Kertvárosban is, amikor az északi területet megcsináltuk, ott is építettünk egy hatalmas záportározót, azért, hogy az egész Kertváros
csapadékvíz, belvízi problémáját, ha úgy olyan helyzet adódik, meg tudjuk oldani, és most itt is egyet, és ezt az áportározót is úgy méreteztük, hogy az Újkertváros, itt ahol vagyunk, ez folyamatosan bővül, építkezések vannak, hála Istennek, ebből adódóan a feladatok is nőnek, de most én azt gondolom, már nyugodtak lehetünk, mert ezzel az áportározóval úgy lett méretezve, úgy lett megtervezve, hogy az egész Újkertváros ilyen irányú szükségletét el tudja majd látni. Mindezeken felül elkezdődött a parkosítás, egy mezitlábas ösvényt is kialakítottak, valamint utcabútorokkal is bővült a terület. Az átadón elhangzott, egyre népszerűbb ez a városrész a lakosság körében. A Kertváros folyamatosan fejlődik, és a mai napon ugye egy átadó rendezvényen vagyunk, hogy a barna mezős területek rehabilitációja, ez a volt laktanyák területét jelenti, és ez 2016-ban nyerte el a város, egy uniós pályázat, két ütemben sikerült megvalósítani, 2019-ben az úgynevezett déli részen, ahol a technológiai transferközpont meg a KRESZ pálya, a militári játszókra található, nagyon népszerű a kertvárosiak körében, a kertvárosi családosok körében, és most befejeződött ez a program az úgynevezett északi résszel, ahol szerintem egy igazi közösségi teret hoztak létre, street és futballpályával, mászó fallal, vagy mászó kockával, szabadtéri fitness futóparkkal, és a csapadékvíz elvezetést is megoldották. Én azt gondolom, hogy egyre többen költöznek a kertvárosba, nagyon jó helye ez a városnak, az infrastruktúra fejlődött, megemlítettem azt is, hogy a közlekedési infrastruktúra egy szintet lépett, gondoljunk itt a körforgalmakra, a szélsőbokori út felújítására, a Tiszavasvári úti felüljáró felújítására, amely éppen most fog befejeződni, mert 380 méter aszfaltozás még hátra van, vagy éppen a Mező utcai csomópont, hiszen a kertvárosban lakók ott érik el az első nagy csomópontot, vagy a Derkovics utcai csomópont. Szinte lehetetlen felsorolni, annyi minden történt, de azért próbálkozunk, és azt gondolom, hogy ez az északi rész igazán jó sikerült, kikapcsolódásra, közösségi rendezvényekre kiválóan alkalmas. A laktanyák felújítását célzó projekt összesen 2,3 milliárd forintból valósult meg, 100%-ban az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően. Elhagyott sírok rendbetétele, sport délután szervezése sérült gyerekekkel, templomkerítés festése. Néhány program azok közül, amelyeket a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes ifjúsági akció keretében végeztek, péntektől vasárnapig szerte az országban. A rendezvénysorozat országos megnyitóját Nyíregyházán tartották, a vármegyében pedig csaknem 2400-an vettek részt a programban. A háromnapos akció a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával indult el. A program célja, hogy népszerűsítse az önkéntes munkát a fiatalok körében. A kezdeményezés 16 évvel ezelőtt német nyelvterületről érkezett Magyarországra. Először egy csapatnyi önkéntes kezdte meg a munkát, aztán évről évre egyre nagyobb létszámban. Itt a Covid alatt kisebb létszámmal, de most megint 7000 fővel fogunk önkénteskedni, több mint 7000 fővel. A rendezvénysorozat országos megnyitóját Nyíregyházán tartották. A házigazda intézmény vezetője elmondta, hogy tanulóik évek óta részt vesznek az akcióban. A történelmi egyházak hazánkban 2006-ban hirdették meg ezt a 72 óra kompromisszum nélkül mozgalmat. Az intézményünk évek óta részt vesz ebben a mozgalom munkájában. Mondhatom, hogy teljes létszámmal veszünk részt az iskolában, hiszen ez egy szociális, önkéntes mozgalom, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy keressük meg, hol segíthetünk, kinek segíthetünk, hogyan tehetjük szebbé környezetünket. Teréz anya tanított minket arra, hogy nagy dolgokat nem tudunk csinálni, de kicsiket nagy szeretettel. Tulajdonképpen ennek a mozgalomnak is ez a lényege, hogy hogyan tudjuk szebbé, jobbá tenni a világot, ami a gyermekeinken múlik, a tanítványainkon múlik. A diákok nagyon kreatívak, nagyon ötletesek, nem csak az iskolán belül segítik a kisebb társaikat, játékokat készítenek nekik, madáretetőt készítenek az udvaron a madaraknak, hanem ellátogatnak idősek otthonába, ellátogatnak állatmenhelyre,
elmennek sírokat gondozni, tehát nagyon sok területen próbálják valóban ezt az önkéntes szolgálatot tenni. Azért van itt ebben a megyében a megnyitó, az országos megnyitó, mert ebből a megyéből van a legtöbb jelentkező a 72 órára, és 2000 és 3000 önkéntes között van a jelentkezők száma. Vannak ezek a jól kedvelt, szeretett programok, amik mindig ismétlődnek, és ezen kívül meg ami változik, ezek a szociális programok, amikor valakikkel találkozni mennek az önkéntesek, vagy idősek otthonába, vagy sérült fiatalokat visznek, vagy nekik szerveznek programokat. Az ilyen jellegű programok, amik mindig változatossá teszik a 72 órát. Amire igazán rálátunk, az az, hogy kik azok, akik visszatérnek a következő évben, és nagyon-nagyon sokan, akik egyszerre jöttek 72 órázni, ez a 7000 fő, ennek a többsége már tavaly és tavaly előtt is 72 órázat, úgyhogy aki egyszer kipróbálja, az könnyen lehet, hogy itt marad. A 10. osztályos Schnitzer Zsófia szerint az önkéntes munkának közösségformáló ereje is van. Én már tavaly is részt vettem ebben a programban. Tavaly osztályszinten voltunk az állatmenhelyre, és ott adományoztunk különböző dolgokat, állateledelt és lidet az állatoknak, és elvittük őket sétálni. És az idén is tartjuk ezt a vonalat, úgyhogy most is oda fogunk menni, mert nagyon megtetszett nekünk, és szerettük ezt a programot. A megnyitót követően az iskola diákjai virágokat ültettek az intézmény területén található méltóság mezején. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 14 településen 25 projektet teljesítve közel 2400-an végeznek önkéntes munkát a 3 nap során. Kedves nézők, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!